Napi blogunk második része kicsit megkésve érkezik hozzátok. Elnézést a késésért, de nyomós okom volt visszatartani ezt a videót. A helyszínünk Győr, Teddybe és Szinszébe fogunk menni, illetve Brandonba. Na de ennyit a spoilerezésről, és nézzük is, hogy mi történik pontosan. Egy pár dolgot Lencse végre kaptam nektek, hogy mi a választék jelenleg, de megmondom őszintén, hogy nem sok mindent vásároltunk itt. Kezdjük a nasikkal. Ez az izének nevezhető torony még Medoxnál is nagyobb volt. Őszintén nagyon gyúrunk egy kóstolós videóra, de nem tudom, hogy hanyadjára futunk neki, és mindig elfogy, amiket megveszünk. Én még mindig nagyon szeretném rendszerezni a fésülködő asztalomat, de nem találom az igazi megoldást rá, hogy az mindig rendezett legyen. Összegezve, amiket vettünk itt, azok édességek, elem és egy pár pipere cucc nekem. Persze Győrbe se tudtunk feltűnés nélkül megérkezni, úgyhogy ezúton köszönjük szépen a szelfiket, amiket készítettetek velünk. Mindeközben meg is érkeztünk a Szinszébe, és hiszitek, nem hiszitek, üres kosárral távoztunk innen. Nézelődésem apropója egy gólya hírrel kapcsolatos, hogy számomra szeretett személynek szerettem volna babaváró ajándékot venni. Kicsit frissítettem az emlékeimet, hogy milyen, amikor baba érkezik egy családba, mert velünk nagyon rég történt ilyen. A gyerekek nagyon izgatottan segítkeztek ehhez a projekthez, úgyhogy jó sok baba holmit megnézegettünk. Ilyenkor tudatosul bennem, hogy elrepült ez a 10-11 év, egy szempillantás alatt megnőttek a gyerekek. Következő állomásunk ebből a kincsvadászatból adódóan a Brandon volt, ahol Medoxból előtörtek az emlékek. És pont ezért a vásárlásunkért nem tudtam eddig kirakni ezt a videót. Nekem kell egy ilyen. Konkrétan. Mert át szerettem volna adni a babaváró ajándékot, mielőtt publikálom ezt a tartalmat. A kis motorra visszatérve, amikor picik voltak a gyerekek, nagyon sokat motoroztak. Akárhova mentünk, mindenhova vinni kellett magunkkal. És mivel a gyerekek között csak egy évkor különbség van, jó sok ideig cipelgettük ezeket. Kapozok egy ilyet, apa. Kis zoknicipőket keresem. Itt vagy te. Elolvadok, olyan cukiságokat találtunk itt, és ezennel elérkeztünk a vlog végéhez.